hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Önöket a Báncs-Kiskun megyei önkormányzat, mint fönntartó nevében. Számomra megtiszteltetés, hogy itt lehetek Önök között, és ugye bebizonyosodott a régi mondás, hogy minden jónak vége szakad egyszer. De az időjárás kegyes hozzánk, mert legalább nincs kísértés, hogy jó volna a strandon lenni, vagy valahol szabadba, mert elég őszire fordult az idő. Én ígéretet teszek arra, hogy nem fogom hosszú ideig rabolni az Önök idejét, de azért egy ilyen tanévnyitón, illetve számunkra ez egy ilyen vegyes érzelem, mely tanévnyitó az valaminek a kezdete. Egy újnak a kezdete, ami mindig várakozással tölti el az ember. Ezzel együtt a mi számunkra azért ez ugyanakkor valaminek a vége is, ugyanis egy önkormányzati ciklus végén vagyunk. A fejezet végéhez érve az ember mindig kísértést érez, hogy visszanézzen, elszámoljon, elgondolkodjon azon, amit ebben az időszakban tett. Nagy szavakat nem szeretnék mondani magamtól, viszont kerestem én itt egy, illetve találtam egy idézetet, ami az oktatásról úgy gondolom, hogy mindenképpen az oktatásról szól. Mindannyiunk előtt ismert, gondolom, Klebersberg Kuno, ő egy olyan személyiség, aki talán nem is osztja meg a társadalmat. Ő azt mondta, hogy a kultúrpolitika egy hosszú lejáratú váltó. A kultúrpolitika terén sokáig lehet hibákat elkövetni, de amikor az új nemzedék felnőtt, az elkövetett hibákon, bajokon segíteni már nem lehet. Én azt is gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy ott, ahol ma az oktatás politika tart, az nem egy ideális állapot. Mondhatnánk úgy is, hogy van baj, és de mi még tetézzük. Mi a fönntartó nevében ígérni tudom, hogy nem tetézni szeretnénk ezeket a bajokat. Az elmúlt 4 évben sok olyan döntést hoztunk fönntartóként, aminek nem örült. Hát első körben az igazgató úr, mert ő volt, aki első kézből hallotta ezeket a híreket, és nyilván utána olyan intézkedéseket kellett hoznia, aminek nem örültek Önök sem. Azt sem titok ebben a körben, hogy voltak olyan történések, ami szerint a fönntartó megyei közgyűlés úgy ítélte meg, hogy az igazgató úr nem kellő szigorral, vagy kellő hatékonysággal hajtotta végre azokat az intézkedéseket, amiket tőle elvártak. Ezek egész egyszerűen anyagi természetű problémák voltak. Az oktatásban nyilván a legfontosabb terület az, vagy a legfontosabb tényező, azok Önök. Önök, akik a gyerekeket formálják, akik a gyerekek mindennapi életére hatással vannak, de mindannyian tudjuk, elsősorban nyilván az iskola vezető, de minden pedagógus érzi, illetve tudja azt, hogy ahhoz, hogy a munkáját jól tudja végezni, a szaktudásán, a hozzáállásán túl anyagiakra is szükség van. Talán ez az a terület, ami a legellentmondásosabb volt az elmúlt 4 évben. Minden évben kisebb forrásból, alacsonyabb költségvetésből kellett megoldani azt a feladatot, ami semmiképpen nem volt kisebb, mint az előző év, sőt sok esetben nagyobb. Az intézmények működési feltételei ilyen tekintetben, a működési célra fordítható források tekintetében mindenképpen, hát úgy is mondhatom, hogy szégyenletesek voltak ebben a ciklusban. Én itt nem mentegetni szeretném magunkat, jelesül a fönntartó önkormányzatot, azért mi egy présben voltunk, ugye megkapjuk az állami normatívát és a különböző állami forrásokat, amit utána tovább kell osztanunk 30 intézmény részére. Én nagyon szívesen jövök ide, számomra nagyon kedves ez az intézmény, lehet, hogy túl sokat is járok itt, de hát azért emellett nekünk másik 29 intézmény sorsáról is gondolkodnunk kell, a feltételeit biztosítani. Tehát mi is érezzük azt, hogy az a összeg, amit eddig erre a célra fordítani tudtunk, ez kevés. Ha mérleget próbálunk vonni azért az elmúlt 4 évben, és én remélem azt, bocsánat még, hogy visszatérjek, hogy az új
oktatáspolitikával, illetve az új oktatási kormány működésbe lépésével ezen a területen jelentős változás lesz. Én most nem szeretnék belemenni abba, hogy milyen változások várhatóak, vannak itt tőlem hivatottabbak. Képviselő úr, igazgató úr, akik erről biztosan sokkal többet tudnak már, mint én, de azt tudjuk, hogy nagyon nagyok a várakozások, és azt is tudjuk, hogy jelentős változások lesznek. Még egy pillanatra a múltba visszatekintve, azért, ha mindannyiunk számára nem is volt ez érzékelhető, de azok, akik a tanműhelyben dolgoztak, vagy dolgoznak, azok azért tudják, hogy sikerült a tanműhelyi részét legalábbis jelentős mértékben felújítanunk, épületfelújításra gondolok, és ebben olyan technikát vásárolnunk, biztosítanunk, ami garantálhatja azt, hogy az ott tanuló gyerekek a piacon értékelhető, érvényesíthető tudást szerezzenek. És van még egy nagyon fontos terület, ahol én úgy, tehát ha összegzünk, akkor azt tudom mondani, hogy az, amit a működésre fordítottunk, vagy a működéshez biztosítottunk költséget, ez mindannyiunk megítélése szerint kevés volt, de higgyék el, nekem nem volt ettől több lehetőség. Megyei önkormányzat eladósodottsága így is növekedett egy kicsit ez alatt a ciklus alatt. A fejlesztésekre ugye azt mondjuk, hogy az soha nem elég, de azért az a tekintetben úgy gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk, ha ilyen tempójú fejlesztést tudnánk a későbbiekben megvalósítani, akkor azért ez az iskola nem kell, hogy szégyenkezzen, és azért van is a fejünkben olyan ötlet, olyan megvalósítandó terv, ami a beruházások területén az iskola érdekeit fogja szolgálni. Aztán én nagyon remélem azt is, hogy az az összeg, ami ha abszolút számban, most nekem nincs erős statisztikám, de ha abszolút számban lennénk, nem kevés, mint a pedagógusok továbbképzésére, ugye ez a nagyon korszerű szóval humán erőforrás fejlesztésre fordítottunk az elmúlt ciklusban. Na ez az a terület, amiről én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy a leghatékonyabban került ez felhasználásra. És itt nagyon kicsi mozgástere volt a fönntartó önkormányzatnak, talán még kisebb mozgástere volt az intézmény vezetésének, ugyanis itt elég szigorú keretek között kiírt pályázatok vannak. Pályázati rendszerben az a legnagyobb hiba, hogy a önkormányzatra is igaz ez egy kicsit, az intézményre is, hogy azt mondhatom csúnya szóval, hogy mindenre lövünk, ami mozog. Ugye van egy alaphelyzet, hogy kevés a pénz, amiben forrást lehet bevonni egy intézmény életébe, azért mindent megtesz a fönntartó, mindent megtesz az intézmény vezetése. Nagyon sok esetben jelentős, hangzatos összegeket sikerült nyernünk, aminek a hatékonyságáról, a felhasználás hatékonyságáról én személy szerint nem nagyon vagyok meggyőződve, illetve az a véleményem, hogy ezt, ha nagyobb szabadsággal használhatná fel az intézmény, akkor sokkal hatékonyabb, sokkal eredményesebb lenne.